A nagy kérdések már a mérkőzés előtt eldőltek, a Kisvárda biztos hetedikként, a Kecskemét pedig kiesőként várta a kezdő sípszót. A hazaiak közül több játékos is utoljára lépett pályára Várdai mezben, 10 ugyanis más klubban folytatják majd pályafutásukat. Nagyon bekezdett a házigazda, a 9. percben 8-1 volt az állás, 13-3-nál pedig már megvolt a közte 10. A nagy szünetre 20-13-as kisvárdai vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után ugyanott folytatódott a mérkőzés, ahol negyed órával korábban abba maradt, a Kecskemét nem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez, sőt az utolsó 10 percben növelni tudta a különbséget a Kisvárda. Végül 15 gólos győzelmet aratott Latko Dunovics együttese, szépen zárva a szezont és szépen búcsúztatva a távozó játékosokat. Ma egy olyan csapat ellen játszottunk, amelyik már kiesett. Sokan arra számítottak, hogy nem fogjuk komolyan menni a mérkőzést, de mi maximálisan oda tettük magunkat. Ugyanúgy készültünk, mint máskor. Az ilyen mérkőzéseket mindig nehéz megnyerni. Komolyságot és koncentrációt kértem a játékosoktól, mind a mérkőzést megelőző edzéseken, mind magán a meccsen. Hálás vagyok a játékosaimnak, hogy jó hozzáállással felelősségteljesen kézilabdáztak az egész mérkőzésen. A vendégek edzője annak örült, hogy csapat a több kulcsjátékos a hiányában is igyekezett küzdelemre késztetni a Kisvárdát. Gratulálok a Kisvárdának a győzelemhez, gratulálok az egész éves teljesítményhez. Hát nekünk ugye véget ért ez az év, nagyon nagy hullámokkal tarkított év, sajnos nem értük el a célunkat. Most hát nyilván ennek az elemzésében azért nem mennék bele. Ez a mai mérkőzés, hát várható volt sajnos, hogy ez az eredmény fog születni. 4 kezdőjátékosom, mat nem tudtam benevezni a keretbe. Küzdöttünk, harcoltunk. Én büszke vagyok arra, hogy harcoltunk a mérkőzést, talán első szakaszában ez nem volt jellemző, de utána tényleg mindent megtettünk. Ennyi tellett ma tőlünk. További sok sikert kívánok a Kisvárdának. És hát jó pihenést kívánok a nyárra minden kézlabda játékosnak, edzőnek és kézlabda barátnak. A záróforduló további eredményei a következők: Siófok Vasas 35-20, Győr Békés Csaba 39-14, Érd Budaörs 29-21, Dunaújváros Albafehérvár 30-27, Ferencváros Vász 42-24 és MTK Budapest Debrecen 29-23. A bajnoki címet az 50 pontos Győr szerezte meg a szintén 50 pontos Ferencváros előtt. A 28 pontos Kisvárda 7. helyen zárta a szezont. Az NB1-től a Kecskemét és a Vasas búcsúzott. A másodosztályból az Eger és a Moson Magyaróvár került fel az élvonalba.